Az ETO ügyvezetője 2003. november 1-e óta töltötte be a klubvezetői pozíciót, vagyis majdnem napra pontosan 10 évig irányította a zöldfehéreket. Clement távozásáról már a múlt héten lehetett hallani pletykákat, ám akkor a klub még cáfolt. Kedd este azonban egy hivatalos közlemény jelent meg az ETO honlapján, amelyből többek között kiderül, hogy az ügyvezető új kihívásokra vágyik. Ezt Tarsoly Csaba klubelnök elfogadta, és október 15-ével felmentette a munkavégzés alól. Az elmúlt 10 év alatt a zöldfehérek 2 bajnoki bronzot és 1 aranyat, szuperkupát, illetve 2 magyar kupa ezüstöt nyertek. Mindemellett 3-szor játszhattak nemzetközi sorozatokban, az UEFA kupában, az Európa ligában és a Bajnokok ligájában. Igaz, 1 alkalommal az UEFA adminisztrációs problémák miatt eltiltotta a klubot a nemzetközi szerepléstől, és 50 000 euróra meg is büntette. Clement december 31-ig még a klub rendelkezésére áll tanácsadóként, ám az ügyvezetői feladatokat az eddigi elnöki tanácsadó, dr. Ökrös András látja el. Úgy tudjuk, utóbbi hivatalos bemutatása jövő héten esedékes sajtótájékoztató keretében.